Aki már volt a tavalyi téli táborban, az tudja, hogy egy dolog van, ami miatt én a színpadon szoktam állni. Tudja valaki, hogy mi ez? Mi? Nem? Ó, jó. Na, az a lényeg, hogy van egy hagyománya mostanában már így a téli táborban, ami az újak bevonása. Na, ez így már mond valamit? Ugye, sokan kapcsolnak ehhez cellofánt, nutellát, csengettyűket, hasonló különlegességeket. És így most ez fog következni. Először is azt szeretném kérni, hogy álljanak fel azok, akiknek ez a téli tábor több, mint a 15. téli tábor. Van ilyen? Balázs, kérlek, gyere előre. Jó? Azt szeretném kérni, hogy álljon fel az, akinek ez a téli tábor a 15 és 10 közötti részvételhez tartozik. Na, akkor titeket is szeretnélek megkérni, hogy gyertek ide előre. Áron segít nektek, hogy mit is kell csinálni. Na, egyébként most jár nekik szerintem még egy taps. Ők a patintott kőkori megvesztesek. Na de most azok álljanak föl, akik életükben először vannak megvesz táborban, téli táborban. Megvesz téli táborban. Várjatok. Oké, lesz még taps később is, jó? Jó, lesz még taps később is. Ne, maradjatok állva, bocs. Hát ez nem ennyire egyszerű. Szóval titeket arra kérnélek, hogy oda szélre álljatok ki. Jó? Látom, van egy kis tumultus. Jó. Na, és akkor most mindenki szeretném, ha rám figyelne. Mindenkinek a tekintete rám szegeződik. És szeretném kérni a új táborozókat, hogy ott két oldalt, a parsorok mellett van egy fekete zsinór. Ott azt meg kellene fogni. Mindenki fogja meg, jó? Aki kicsit hátrébb van, az jöjjön előbbre. És mindenki fogja, ez a lényeg. Mindenkinek megvan? No. Akkor most a szeniorok itt elől, szeniorok, figyelem. Most jön ez a pillanat, hogy a kötél segítségével bevonjuk az első táborozókat. Kérlek titeket, hogy húzzátok be őket a táborba.
húzzátok, húzzátok, és közben jár a taps, az első táborozók meg jönnek előrefelé, jönnek, jönnek, megindulnak lefelé. Kötélhúzás megy elől, igen. Egészen kiváló tömegjelenetek. Jó, szerintem ennyi elég lesz. Úgyhogy Isten hozott titeket a Megdesz téli táborban. Még egy nagy tapsot az első táborozóknak. Köszönöm szépen mindenkinek. Kérlek, hogy üljetek vissza a helyetekre. És közben Petrát szeretném majd kérni ide előre. Andristól meg majd a képeket. Ahogy akkor visszaült mindenki a helyére. Igen. Jó. Most még mindig én maradok a színpadon, még egy bevonás nem lesz, már ígérem. Megvárjuk a csendet is. És most a Megdesz percekben egy diákkörös pályázatról fogtok hallani. Ez arról szól, hogy diákkörönként lehet mindenféle eseményre pályázni pénzt, ahhoz, hogy ezt az eseményt meg tudjátok valósítani, vagy ezt a projektet, amit ti terveztek, meg tudjátok valósítani. És ez már volt az első fél évben, ez a pályázat, és Petráék, akik egyébként a Veszprémi diákkör, ők nyertek rajta pénzt, és megvalósították a saját projektjüket. Úgyhogy Petra néhány szóban, meg képekben röviden ezt így be fogja mutatni, hogy miért is jó, és ebben a fél évben is, tehát a tavaszi fél évben is ki lesz írva a pályázat. Elküldjük nektek Facebookon, mindenféle csatornán hirdetni fogjuk, és az a lényeg, hogy ha van ötletetek, akkor szeretnénk, hogy megvalósuljon, és ebben segítünk nektek ilyen módon is. Úgyhogy akkor Petrát megkérem, hogy mondjon néhány szót. Sziasztok! Hát a mi kis Veszprémi Megdeszünk, a mi kis Veszprémi Megdeszünk az adventi időszakban hajtotta végre ezt a projektet, ezt a nagy projektet, igazából a fél év legnagyobb hát programja volt így a diákkörünkben is. És hát tulajdonképpen egy olyan programot és egy olyan eseményt kerestünk, amivel egyrészt a diákkörünk csapata is hát össze tud kovácsolódni, mert hát szeptemberben így a diákkör tagjai eléggé így kicserélődtek, és így felfrissült a Megdeszünk. Másrészt az volt a célunk, hogy az egyetemisták felé egy kicsit nyíljunk, és hogy hát meg tudjuk mi is vallani, hogy ki Jézus, és hogy kik vagyunk mi, hogy így kihez tartozunk, és természetesen, hogy hívogassuk őket, amik is megdeszünk be. És hát pont jól jött ez a pályázat, mert hát elnyertük rá a támogatást, és így meg tudtuk valósítani. Igazából nem is volt olyan nagy összeg, viszont egy nagyon jó, egy közös célt adott a diákkörünknek. És az volt a lényege, hogy az adventi misszió volt a projektünk neve, és hát ilyen kicsike zöld kartonokból készítettünk ajándékdobozkákat karácsonyi ajándékként, amiben édességet rejtettünk, és egy olyan kártyát, ami
aminek az egyik felén a Megdesznek az elérhetősége volt, a másik felén pedig egy ige, tehát, hogy ami ugye meg tudja szólítani az egyetemistákat. És hát nagyon-nagyon nagy hatással volt szerintem a diák körünkre ezek az összejövetelek, miközben készítettük az ajándékdobozkákat, mert én úgy hiszem, hogy így nagyon jól összekovácsolottunk, és már a végén, meg hát közben is így az újak szervezték a találkákat, mindig ilyen kis főzőcskéket, meg sütögetéseket szerveztünk, és hát egymást jobban megismertük, meg ugye a végén, amikor az egyetemisták elé mentünk, akkor is hát a bátorságunkat is növelte ezáltal ez a projekt, úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, hogy így merjetek belevágni hasonló projektekbe, nagyobbakba, fesztiválokba, ki lesznek írva a részletek, és talán jó tanácsként, hogy azt mondanám, hogy az időre nagyon figyeljetek, tehát hogy így minél előbb kezdjétek el a tervezést vagy a szervezést, mert hogy így a végén ne legyen az, hogy már feszít a minden, meg az idő, és akkor így nem is arra figyelünk. Bocsánat, az én voltam. Szóval mindenkit szeretnék erre bátorítani. Köszönöm. Some people thought we were crazy, but I'm a firm believer in paradigm breaking, outside the box thinking. Hey, bud. That was over 15 minutes ago, Mitch! And since Terry's been with us, our productivity has gone up 46%. We're getting more from our employees than ever before. You know you need a cover sheet or your GPS report, Richard! That ain't new, baby! Hey, Janice! What's really impressive is that Terry's become part of the Felcher family. He fits right in here. That's a little discount! To be honest, I wish Reebok sent us 10 Terry tapes. Kéntesnek, mert az jó dolog. Erről kicsit holnap többet fogunk beszélni, most egyelőre szerintem ezt emészgessétek. Én inkább egy másik dologról szeretnék röviden beszélni. Ugye azzal kezdtük a tábort, hogy volt egy másik generáció, ebben a generációban ajánlott volt tagnak lenni. És aki nem volt tag, az rosszul érezhette magát. Aztán jön felnőtt egy új generáció, aki pont ezért nem hitt a tagságba. És én azt hiszem, hogy jöhet most egy új generáció, ami bebizonyítja, hogy önmagában az, hogy tag vagyok valahol, az nem ciki, annak van értelme, és hogy vannak olyan ügyek, meg közös dolgok, ami mellé jó odabigyezteni a nevem. Volt egy olyan főtitkár a Megdeszben, aki azt mondta, és azt hiszem, hogy ez azóta is nagyon fontos érték a számunkra, hogy mi vagyunk a Megdesz. És én azt hiszem, hogy ha ki tudjuk ezt mindenféle módon fejezni, tehát hogy mi sokszor furcsán érezzük magunkat, hogy írunk egy pályázatot, van több száz diák, aki hétről hétre elköteleződik azért, hogy Magyarország egyetemein Krisztus jelen legyen, és hogy ez az ügy fontos számukra, nagyon sok energiát beleraknak, meghívják a barátaikat, és mi írjuk a pályázatot, és oda vigyeztjük, hogy van 178 tagunk, és ráadásul ezeknek a zöme szenior.
És hogy azon gondolkozunk, hogy itt valami nem oké. És hogy én nagyon szeretnélek titeket buzdítani, hogy kezdjétek el annak a kultúráját újra, hogy ha van egy jó ügy, amit egyébként csináltok, tehát megdeszesek vagytok, akkor nyugodtan lépjetek be tagként is, fejezzétek ki így is. Ez azt hiszem nem csak a megdesznek fontos, a megdesznek biztos, hogy fontos, hogy mi is lássuk, hogy néz ki ez a helyzet, de hogy szerintem nektek is fontos lélektanilag érezni, hogy elköteleződni egy szervezet mellett ilyen formán is, az jó dolog. Mert hogy vannak fontos és jó ügyek, és hogy amúgy is elköteleződtetek már, mert csináljátok a diákköröket. Ami még emellett fontos dolog, hogy aki tag, az a közgyűlésen, ami holnap lesz, szavazhat. Holnap a közgyűlésen szavazunk arról, hogy ki legyen a MEGDESZ új vezetőségében. Diák, szenior, és hogy ki legyen az új elnök. Ilyen szempontból egy nagyon izgalmas, tartalmas közgyűlés lesz, de ami még izgalmasabb, hogy elkészült egy olyan terv és gondolat, amin nagyon sok ideje diákok, szeniorok, vezetőségi tagok, munkatársak dolgoztak, ami nagyjából arról szólna, hogy látva azt, hogy Isten eddig hogy vezette a MEGDESZ-t, és bízva abban, hogy ez a vezetés folytatódik, mi az, amit mi szeretnénk elköteleződésként, mint MEGDESZ, Isten felé tenni, hogy milyen irányba szeretnénk mozdulni. És erről szeretnénk holnap mesélni, hogy körülbelül mi született, közösen imádkozni, gondolkozni. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy kiben milyen vélemények születnek erre, mert hogy még ennek a tartalma sok szempontból általatok lesz feltöltve. Úgyhogy nagyon szeretnélek titeket arra hívni, hogy gondolkozzunk és imádkozzunk együtt a közgyűlésen. Lássátok, hogy hol tartunk anyagilag, emberi erőforrásban, elhívásban, küldetésben, tervekben, és hogy tudjunk tényleg együtt Isten elé menni ezzel, és éljétek át azt, hogy van olyan értelmes közgyűlés, ahol hozzá lehet szólni, ahol számít a vélemény, és hogy eleve van olyan szervezet, ami úgy próbál stratégiát alkotni, hogy közben Isten véleményére igazán kíváncsi. Úgyhogy ajánlom a tagságot, és ajánlom a közgyűlést nagy-nagy szeretettel.